A Magyar Közösség Pártja pozsonyi székházában egyeztetést folytattak a magyar összefogás szükségességét fontosnak tartó pártok, mozgalmak és civil szervezetek képviselői. Az MKP, az Összefogás, a Magyar Fórum, a Csemadok, a Kerekasztal, az Új Egység képviselői a több órás egyeztetés során abban egyeztek meg, hogy közös programot dolgoznak ki, amellyel megszólítanák a felvidéki magyar szavazókat. A Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom képviselői az egyeztetésről távoztak azzal, hogy ők a Híd párttal már megegyeztek a közös indulásról. Eldöntöttük azt, hogy bár a technikai feltételek az induláshoz még korán sem tisztázottak, több lehetőség is játszik, viszont ami nagyon fontos, hogy közös programalkotásban vagyunk mindannyian érdekeltek, és megegyeztünk abban, hogy mindazon erők, akik ezt a magyar közös érdekképviseletet megteremteni kívánják, azok nem támadják egymást a továbbiakban, nem tesznek olyan bejelentéseket, kijelentéseket, amelyek ennek az egységnek a kárára lennének. Hiszünk abban, hogy meg tud újulni az itteni magyar képviselet, és a februári választásokra egy olyan programmal és egy olyan közös indulással tudunk garanciákat vállalni a magyar választópolgárok tekintetében, amely a helyi közösségnek a képviseletét biztosítani tudja a szlovák törvényhozásban. Ez a cél, a programalkotás folytatására lehetőség nyílik, utáni megbeszélésekre kerül majd sor, megfelelően sűrű találkozásokra. A következő megbeszélés megszervezését a Magyar Fórum vállalta, amelynek időpontja a jövő hét első felében várható.